Egy jó darabig nem használhatják a Pécs felé közlekedők a Pellérdi összekötő út egy szakaszát. A Magyar Közút ugyanis a Magyar Falu program keretében újítja fel 1,8 km hosszan az aszfaltot. A munkálatok július 11-én kezdődtek és várhatóan augusztus 2-áig tartanak. Ez alatt egyirányúsítják az utat Keszütől Pellérdig. Így az autósok Pécs felé a 6-os főúton juthatnak el, amire jelzőtáblák is felhívják a figyelmet. Fontos, hogy mind a forgalom elterelése, mind a sebességkorlátozás ugyanúgy vonatkozik minden közlekedőre. Terveink szerint a közeljövőben, a közeljövőt most az években kell érteni, ezt a köztes kimaradó részt is szeretnénk felújítani. Egy műszaki meggondolásból született ez a megoldás, mert csak eléggé elhasználhatott már az út. Lehet, most éppen nincs rajta nagy forgalom, de azért jelentősen nehéz jármű forgalom is, és emiatt csak egy egyszerű, idézőjelben, koporréteg cserével tartós megoldást nem tudnánk elérni. Ezért született az a döntés, hogy kicsit rövidebb szakaszba, de erőteljesebb beavatkozása, hosszabb távon többet nyerünk rajta, mint amennyit most. A régi előregedett aszfaltot több mint 10 cm vastagságban marják fel a szakemberek, ezután két rétegben építik vissza a burkolatot. Ezzel a tervek szerint legalább 10 évre megoldják az úthibák okozta problémákat. A felújítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről.